Új Gyulán folytatjuk helytörténeti, utcatörténeti sorozatunkat a következő részekben. A dalolásnak, a nótának is helye lesz, hiszen Ilosvai és Tinódi is olyan emberek, akiktől azért a dal nem, hogy nem áll távol, hanem tulajdonképpen még most is erről ismerjük őket, ezért híresek, ezért viselheti a nevüket utca. Három egymás utáni név, mind a három a középkori Magyarországnak nagyon híres emberei voltak. Megszoktuk már ugye Mária falván, hogy írókról neveznek el utcákat, csak ott a nagyjából a 19. sőt 20. századi írókról. Itt viszont néhány évszázaddal előbb, 1600-as évekről, 1500-1600-as évekről. Tulajdonképpen nagyon logikus elnevezés volt, mert ez volt először, nem Mária falva, hanem Új Gyula volt először felosztva. 1910-ben adták meg a neveket, legalábbis akkor szerepelnek a térképen először a nevek, valamikor 1800-as évek végén, 90-es években valamikor akkor kezdték felosztani. Az első és egyben legrégibb író is, vagy énekező zeneszerző, Ilosvai Sermes Péter. Azt se tudjuk, mikor született, azt se tudjuk, mikor halt meg. Csak bizonyos évszámokat tudunk az életéből. Az, hogy egy epikus énekszerző volt, ez azt jelentette, hogy epikus az elbeszélő ember volt, tehát bizonyos dolgokat elmondott, de énekelve mondott el. Hát abban az időben nem volt se újság, semmi más, tehát énekelve ment városról városra, faluról falura, és így mondta el az általa megénekelt történeteket. Tanító volt, Nagy Dán, ez Kassa mellett van. Aztán Szatmáron tűnik fel, 68-ban Abaújszántón, megint északon vagyunk, és végül 70-ben a Szilárdságban él. Ennyit tudunk az életével kapcsolatban. Tulajdonképpen nagyon sokféle epikai művet, tehát elbeszélő művet művelt. 1548-ban írta meg a História Alexander Magni, tehát a Nagy Sándornak a históriája. Hát Nagy Sándor ókornak egy világhírű uralkodója volt, aki Indiáig elvezette a hadseregét és hatalmas birodalmat harácsolt össze. Most ezt a régi történetet ő átvette és átültette most már magyarra, tehát az ókori történetet, és csinált egy 2828 soros vers szakaszt, amit ha úgy gondoljuk, hogy egy oldalon 50 sort nyomtatunk ki, akkor ez 56 oldalas könyv. Ki is adták, egyébként 4 kiadásban jelent meg. Akkor már volt könyvnyomtatás. Most, hogy mi ez? Tessék elképzelni, hogy hatalmas seregszemlék vannak benne, csatajelenetek, szónoklatok vannak benne. Aztán elmegy keletre a hadseregével, bemutatja Indiát, egzotikus tájakat, harci elefántokat. Hát kit ne érdekelt volna ez? A következő éppen ellenkezőleg. Nagy Szent Pál apostol életéről és haláláról szóló história, amit a Szentírásból vett és 3 részből megírt. A harmadik megint egy másik műfaj. Sokféle neveknek magyarázatja, azt jelenti, hogy a személy neveknek, tehát a keresztneveknek a magyarázatát mondta el. Úgy látszik, ezt se ismerte mindenki, hogy miért Péter, miért Pál a másik, vagy János. Hát ezeket elmagyarázta, hogy honnan vették a nevet, ezt is az illető tudja. Abaújszántón 1548-ban adták ki ezt. Na, az utolsó volt a legnagyobb viszont. Az híres neves Toldi Miklósnak históriája, azaz Toldi Miklós története. 101 négy soros vers, azaz 404 sorban írta meg a Toldi történetét. Ő maga mondta el, hogy
nagyon érdekes, maga a szövege, hogy mennyire mai szöveg. Mikor arról van szó, hogy néhány népnek a középkori szövegét, beszédét nem lehet megérteni. Mostan emlékezem az elmúlt időkről, az elmúlt időkben jó Toldi Miklósról, ő nagy erejéről, jó vitézségéről, csoda, hogy mindenről nem beszéltek erről. Maga mondja el, hogy csoda, mert 150-200 évvel ezelőtt élt Toldi Miklós, 1200-1300-es évek körül, és ő 200 év múlva szerencsére a nép ajkán lévő mondát fölgyűjtötte, és csinált belőle egy kiadott, tehát nyomdailag kiadott munkát, amelyet aztán 1500-ban vagyunk, ugye 1800-as években pedig Arany János fogja megírni belőle a Toldit, a Toldi trilógiát. Hát ilyen csodálatos, hogy hogy tudták megmenteni a múlt emlékeit. Hogy élt ez az Ilosvai Sejmes Péter, akivel mondom, nem tudjuk, hogy mikor született és mikor halt meg. Azt mondja az egyik munkájában, szerzé ebben Szilágy országban, Kusalkóban, az egy havas oldalban, egy cellában, azaz egy füstös házban, elvégezte egy sombokorban. Hát nem volt valami irillésre méltó helyzete, de dolgozott a jövő számára.